A felszállóágban lévő vasas vendégei voltunk az MB2 16. fordulójában. Ezen a pályán mostanában nincs sok szerencsénk, tavaly 5-2-re, azelőtt 4-0-ra kaptunk ki. Ellenfelünk kezdőjében két egykori játékosunk, Jova Levente és Sii Erik is kezdett, míg a mi csapatunkban ezúttal ismét Kóp is kezdett a jobb oldalon, előrefele változatlan, mondhatni megszokott játékosok alkották a támadó szekciót. Finoman szólva nem indult jól a találkozó. A második percben Sii rúghatott szabadrugást, a bal lábát nagyon jól ismertük, ennek ellenére jókora szerencse is kellett a találatához, ugyanis a sorfalon megpattant a lövés. Három perccel később Sii már előkészítő szerepben volt, óriási indítást kapott, a visszatett labdájára pedig Balajt érkezett, a Vargán megpattant labda pedig kikötött a hálónkban. Az első kaput eltaláló lövésünk Gömbér nevéhez fűződik, aki a 9. percben célozta meg Jova hálóját. 14. perc terbe indította Radót, Varga jött ki a kapujából és jól zárta a szöget. Három perccel később Lovrencs is indította a leshatáról induló Cserniket, de támadónk nem tudta jól átvenni a labdát. Eldőni látszott a találkozó a 18. percben, tökéletes akciót vezettek az angyalföldiek, terbe beadása Hajszál pontos volt Fecesinnek, aki eltette Varga mellett a labdát. 29. perc terbe nagyon élt a jobb oldalon, Gengelizi kellett, hogy kicsúsztassa a labdát, ugyanis ketten is érkeztek mögötte. 33. perc Orosz vezette kapura labdát, majd egy jó lövést eresztett kapura, amit Jova kiütött. A félidő végén még egy soroksári helyzet, Derekas eresztett meg egy lövést, ami a kapufán csattant. A második félidőben is majdnem góllal kezdett a Vasas, de Fecesin nem talált kaput nagy helyzetben. A 62. percben visszajött a meccsbe csapatunk. Takács Zsombor labdáját Derekas vette le, majd önzetlenül Lovrencsics elé passzolt, aki becsúszva a hálóba jutatta a szépítő találatunkat. A mi közös teljes időtartam alatt az oldalról és a száját folyamatosan elfelé mozgott. Egy perc múlva Varga szedte ki a léc alá tartó labdát, ami egy szöglet utáni lehetőség volt a Vasas előtt. A 70. percben még volt lehetőség az eredmény kozmetikázására, de Lovrencsics fejesét megfogta Jova. A második félidőre alaposan feljavult csapatunk játéka, ezért sovány vigasz, de legalább a második játékrészt megnyertük. Vasas FC, Soroksár SC, 3-1. Kár ugye az első 20 perc, hiszen onnantól kezdve azt mondhatjuk, hogy a mezőnyben egy hangol fele, elefelei voltunk a Vasasnak, de ilyen rossz 20 percet kezdést még számán belet sem követtünk el. Te hogyan láttad? Hát ugyanígy, tehát az első játék részén nagyon bosszus vagyok, főleg az első 20 perc, ahogy te is mondtad, óriási hibákat vétettünk, természetesen az első gólról igazából most az Ádám nem nagyon tehetett, hiszen megpattant a sorfalon, de a második és a harmadikról bőven benne voltunk. Ezt elmondtam a fél időben is, hogy ezért mindenki szégyelje magát az első fél játék miatt, viszont a második fél időre meg tudom őket dicsérni, és azt mondtam, hogy le a kalappal, mivel a második fél időben sokkal jobban játszott a csapat, és nem szabad engedni ilyen fél időket bármilyen csapatnak, bárkit, hogy bárhogy hívják. Úgyhogy a második fél időben elégedett voltam, az elsővel pedig nagyon nem, úgyhogy...